A feljutásért küzdő kisvárdát fogadta vasárnap a Szeged 2011 Grosics Akadémia. Subka Attila együttes a 8 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát szerette volna megszakítani. A vendégek az MTK-val folytatnak külön versenyt az NB1-es tagságért. Solymosi Péter játékvezető sípszava után 6 perccel pászkalövése került el a kaput. Nem sokkal később Szabó helyezett középre, de Zádori és Povázsai is lekésett a labdáról. Egy bedobást követően Germán csúsztatott fejjel a kapu mellé a 11. percben. A támadó szellemben futballozó Szeged Grosics egyre közelebb került a vendégkapuhoz, de a kisvárdai védelem a helyén állt. 20 perc játékot követően Lukács ollózva próbált gólt lőni. A 39. minutumban Ilics indulhatott meg középen. A veszélyes helyzetben Áhim tisztázott. Az első játékrész utolsó másodperceiben megszerezte a vezetést a kisvárda. Oltán helyezett Vári fejére, aki bevette a szegedi kaput. A második félidő elején Szabó próbálta bevenni a vendégkaput, de Zöldesi védett. Az 55. percben tovább növelte előnyét a kisvárda. Ilics szöktette Várit, aki Szántait átemelve helyezett a kapuba. A hátrány ellenére nem tétlenkedett a Szeged Grosics. Katonai ívelését Zádori feje elől mentette Zöldesi. A 62. percben Oltán indította Lukácsot, de Farkas utolérte a támadót, így Szántai könnyen fogta a labdát. Nem sokkal később ismét Lukács próbálkozott közelebb kerülni a kapuhoz, de Farkas a helyén volt. A 73. minutumban Germán szabadrugását védte Zöldesi. Nem sokkal később pedig Pászka lőtt a kapu fölé. A 82. percben Gosztonyi lövését Szántai védte. Két minutummal később a másik oldalon pedig Beke próbálkozását hárított a Zöldesi. A hármas sípszóig már nem változott az eredmény. Szeged 2011 Grosics Akadémia, Kisvárda 0-2. Úgy láttam, hogy egy nagyon jó remű mérkőzés volt, mindkét csapat próbált futballozni. Azt mondom, hogy ezen a mérkőzésen nagyon jól játszottunk, szereztünk két gólt, ezen kívül még voltak lehetőségeink. Az ellenfelünket pedig megakadályoztuk abban, hogy a kapunkkhoz kerüljenek, úgyhogy gratulálok a játékosoknak, nagyon jó volt a hozzáállásuk, a befektetett munka, úgyhogy én úgy gondolom megérdemelten nyertük meg ezt a találkozót. A Szeged 2011 Grosics Akadémia a vereséget követően a 15. helyen áll a tabellán. Hiányzik még mindig az a kvalitás a csapatból, ami segíten abban, hogy a mérkőzéseket meg tudjuk nyerni. Lehetőségeink voltak igazán, de gólt nem tudunk rúgni, és addig még gólt nem tudunk rúgni, addig csak ilyen eredmények születhetnek, vagy jó esetben esetleg pontot tudunk szerezni. A Szeged Grosics vasárnap a Siófok ellen lép pályára. A csapat következő hazai mérkőzését november 26-án vasárnap a Csákvár ellen játsza.